During a motorcycle ride near 2006 júniusában a texasi Houston közelében Clint Mayfield bőrkabátja hátracsúszott motorozás közben, feltekeredett a hátsó kerékre, és befékezte azt. Több mint 110 kilométeres sebességnél a férfi fejjel az aszfaltra zuhant. Valamivel később a felesége is tudomást szerzett a balesetről. Sokkot kaptam a rémülettől, mozdulni sem bírtam. Nem mondták el a részleteket, úgyhogy tényleg ijesztő volt. A helyszínre érkező orvosok helikopterrel az austini baleseti sebészetre vitték. Közben Andrea a gyülekezetük pásztorát is a kórházba hívta. Menet közben folyamatosan imádkoztunk. Kerestem Isten vezetését a helyzetet illetően. Tudtam, hogy súlyosan megsérült, és szerettem volna valódi bátorítást nyújtani a hozzátartozóknak. Az Úr szólt a szívemhez. Azt mondta, hogy amikor a kórházba érek, mondjam meg nekik, hogy Clint fel fog épülni. Ne aggódjanak amiatt, amit jelenleg látnak. Ne figyeljenek a körülményekre, vagy arra, hogy mit jósolnak az orvosok. Clint újra teljesen egészséges lesz. Clint homlok és halánték lebenye súlyosan megsérült, és a férfi kómába esett. Az orvosok azt mondták, ha egyáltalán túléli, egész életében ápolásra szorul majd. A fülén keresztül szivárgott a vér. Mindenfelől csövek lógtak ki belőle, és lélegeztetőgépre kapcsolták. Életemben nem láttam még senkit ilyen rossz állapotban. Az orvosok nem adtak sok esélyt a túlélésre. A családja a kórházban, a barátok és ismerősök pedig otthon imádkoztak azért, hogy felépüljön. Minden alkalmat megragadtunk, hogy könyörögjünk az Úrhoz az életéért. Szükséges volt, hogy időről időre emlékeztessük magunkat Isten ígéretére, és higgyünk a gyógyulásában. Igyekeztünk türelmesen várni, és reménységben maradni akkor is, amikor a helyzet nem volt túl rózsás. Az előrejelzések ellenére imádkoztak és várták Isten csodáját. Láttam, ami a szemem előtt volt, de tudtam azt is, hogy Istennel minden lehetséges. Mindig kitartottak a hitben olyan körülmények között, amilyen nehéz helyzettel én 35 év alatt nem találkoztam. Olyan sok imát mondtak értünk, hogy nem lehetett más a vége. Andrea Isten igéjével erősítette a reménységet a szívében. A gyülekezeti tagoktól a gyógyulásról szóló igéket kapott. Újra és újra elolvastam őket, felolvastam mindet a férjemnek, belesúgtam a fülébe. Ez segített visszatalálnom Istenhez, és eszembe juttatta, hogy mit mond a Biblia. Ez az, amit Isten mond. Isten igéje igazság. Soha nem tér vissza üresen, amit kimondott. Megígérte. Ezért én hiszek benne. Akár javult, akár rosszabbodott a helyzet, Andrea szilárd maradt a hitében. Egy ideig ingadozó volt az állapota, néha fokozódott a koponyán belüli nyomás, felment a vérnyomása, vagy nagyon magas láza volt, és félő volt, hogy epilepsziás görcsök jelentkeznek. Volt úgy, hogy egyszer jobb, máskor pedig rosszabb volt a helyzet. Két hét kóma után végül bekövetkezett az áttörés. Clint felébredt a kómából. Elült, és nagy szemekkel nézett ránk. Látszott, hogy megismer. Az elkövetkező hónapokban az orvosok reményeit messze túlszárnyalva javult Clint fizikai és mentális állapota, de mindent újra kellett tanulnia. A házaspár hiszi, hogy a csodás felépülés az imáik eredményeképp történt. El kell hinnünk kételkedés nélkül, hogy Istennek gondja van ránk. Mindegy, miről van szó. Bízni kell az Úrban. Végig kitartottak, imádkoztak, hitben jártak. És meg is kapták Istentől a csodát. Nem csak, hogy túlélte, de újra képes dolgozni, ami egy ilyen diagnózissal szinte a lehetetlenség határát súrolja. A baleset előtt a férjem kicsit visszahúzódóbb, csendesebb volt. Most meg be nem áll a szája.